Ebben az évben több táborozási lehetőség nyílik a kikapcsolódni vágyó ladányi fiatalok előtt, hiszen idén először indul be a Nagyon Nyár elnevezésű tábor sorozat. Tematikus táborok 10 túliaknak, ezzel a kis szlogennel indulnak programok a Karacs Ferenc Gimnázium szakközépiskola, szakiskola és kollégium tanárainak összefogásából a nyár folyamán, de hogy hogyan is ötletelték ki mindezt, riporterünk megtudta Forrainé Gasparik Erzsébet tanárnőtől. November-december körül egyszer leültünk ötletelni egy páran, akik kollégák is vagyunk és barátok is, ugyanis az egyik kollégánk már évek óta szervez egy nyári tábort, és országos hirdetésű a tábor, és úgy egészen jól ment neki, és ő vetette fel, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha terveznénk egy olyat, hogy egy sokszínű táborjavaslattal állnánk elő, hiszen van közöttünk, tehát vagyunk olyan tapasztaltak, hogy vannak olyan területek, amikben jók vagyunk, bár manapság ez nem annyira divatos, hogy az ember azt mondja, hogy valamiben jó, de ha ezt nem tesszük, akkor igazából nem boldogulunk. Na, egy a lényeg, hogy leültünk ötletelni, hogy mivel bővíthetnénk ki az ő rajzfilmes táborát, mert igazából ő Hegedűs Tibor, rajzszakos kollégánk, művésztanár, és ő évek óta ezt a tábort szervezi. És ahogy leültünk, mindenki elővette azt a vénáját, amit úgy érez, hogy jobban ért hozzá, és akkor kezdett összeállni egy olyan kép, hogy úgy körülbelül egy ilyen 8 féle tábort össze tudnánk hozni, és akkor úgy hagytunk magunknak egy kis gondolkodási időt, hogy valóban meg tudnánk ezeket a táborokat tölteni programmal, és aztán úgy tűnt, hogy menni fog. Mindenki lelkes volt, voltak elképzeléseink, nyilván azóta már letisztultak ezek, nagyon sokféle ötletből válogattunk, és aztán olyan február tájékára összeállt az egésznek a programja, és akkor elkezdtük az előkészítését azzal, hogy elkészítettünk egy szóróanyagot, illetve készítettünk egy weblapot. Ezen a weblapon minden szükséges információ megtalálható a táborozni vágyók számára. A Nagyon Nyár szervezésében igen sokrétű kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a gyermekek számára, amely a weboldalról is visszatűnik, hiszen 8 táborról, azaz grafikus, festő, természettudós, kubai tánc, makettes, rajzfilmes, zsaru és all-in táborról olvashatnak az érdeklődők. Tartalmas, érdekes, játékos tábort szeretnénk csinálni a gyerekeknek. Megpróbáltuk testre szabni, hogy ki mihez ért, vagy ki mihez vonzódik, és így alakult ki az a 8 terület, amit aztán meghirdettünk. Gyere és tanulj táncolni egy igazi kubai táncostól olvashatjuk a honlapon a kubai tánctáborra kattintva. Itt a gyerekek latinos táncokat tanulhatnak, illetve megismerkedhetnek Kuba hagyományaival. Kubai tánctábor. Hát rólam biztosan sokan tudják, hogy nekem kubai vőm van, aki Kubában táncakadémiát végzett, tehát ő egy profi táncos. És én tudom, hogy most nagyon a reneszánszát éli a latin táncoknak a sora, ezek között a salsa, a reggaeton, ez nagyon népszerű, nem csak Pesten, hanem azt hiszem, hogy vidéken is, talán a mi iskolánkban is volt salsa táncprogram, ha jól emlékszem, és én elmondtam nekik, hogy lenne egy ilyen lehetőség, és természetesen úgy vannak vele, hogy kellemest a hasznossal, amikor lesz a tábor, hazajönnek, hiszen a lányom idevaló, mind a ketten beszélnek spanyolul, tehát nyilván a vőm az neki az anyanyelve, a lányom megtanult spanyolul, és tehát szinte anyanyelvi szinten beszél, és akkor összekapcsoljuk ezt a kubai tánctábort egy kis spanyolos főzéssel, nyelvtanulással, tehát ilyen alapszinten próbáljuk majd a gyerekeket. Nyilván elsősorban a mozgásra, a mozgás harmóniájára, persze lesz benne a szalsza alapok, reggaeton alapok, egy kis főzés, kubai ételek, és mindezt összekötni spanyol kifejezésekkel. Hegedűs Tibor által lesznek megvalósítva a grafikus, a festő és a rajzfilmes táborok, melyek hosszú évek tapasztalatai alapján szervez meg ebben az évben is tanár úr. A grafikus és a
festő, illetve rajzfilmes tábor, ez mind a három Tibinek a területe, de természetesen ő művészbarátainak a segítségével fogja megvalósítani ezeket. Nyilván a grafikus tábor elsősorban a rajzolásra, a rajzolási készségnek a fejlesztésére épül. Nyilván ezt is érdekessé téve azzal, hogy szabadban kimenni, ott rajzolni, tényleg a gyerekeknek a fantáziáját, az alkotóképességét fejleszteni, hogy menjenek ki egy tanyára, rajzoljanak tehenet, rajzoljanak birkákat. Tehát valami olyan oldalról közelíteni meg a rajzolást, ami nem hasonlít az iskolai rajzóráknak a rendszerére. A festőtábor, abban már szeretnénk, ha olyan gyerekek is jönnének, akiknek van művészi ambíciója, mert azért festeni, a festés egy kicsit másabb, mint a rajzolás, tehát itt művészek segítségével útmutatást kapnának a gyerekek arra vonatkozóan, hogy mi is a festészetnek a lényege, színvilágot, egyáltalán az ábrázolásnak a sajátosságait megmutatni. Hát az akvareltől a tusig mindenféle technikával fognak ők is, főleg a szabadba kimenni, hiszen azért a tájképfestészet úgy gondolom, hogy talán kezdetnek mindenképpen azzal fognak kezdeni, és nem egy arcnak a lefestésével. A rajzfilmes tábor, na ez az, ami nagy múltra tekint vissza, hiszen Tibinek van rajzfilmes múltja, tehát ő dolgozott a Pannonia filmstúdióban, annak idején rajzolt rajzfilmeket, és akkor azt szeretné megmutatni a gyerekeknek, hogy készül az animáció például, tehát milyen folyamaton keresztül jut el egy film addig, hogy kész van egy rajzfilm. Ez egyébként nagyon érdekes, és nem véletlen, hogy ezt ő évek óta nagyon nagy érdeklődés közepette szervezi ezt a tábort. A tervek szerint a makettek építésének rejtelmeiben Lajtos Ádám vezeti majd be a táborba érkező fiatalokat, ahol tanár úr profi szintű műveit is megtekinthetik majd a gyerekek. A táborozás múltját idézi az All-in tábor, ahol hagyományos vetélkedőkön, tábortűz melletti éneklésen vehetnek részt a diákok. Lesz még makettes táborunk, ugyanis Lajtos Ádám kollégánk hobbiaként és a szabad idejében maketteket készít, de lassan azt lehet mondani, hogy profi szinten, és a gyerekeket ez nagyon érdekli, mindenféle maketnek az elkészítése, tehát ő a világháborús csatahajótól a nem tudom én mozgó robotig mindenfélét készített, illetve ezzel fognak foglalkozni, tehát ő is szeretné bevezetni a makett készítés rejtelmeibe a gyerekeket. Természetesen minden táborhoz az eszközöket mi fogjuk biztosítani, tehát ennek is azért elég nagy az eszközigénye, azt mi a gyerekeknek a táborhoz biztosítani fogjuk. Van egy all-in táborunk, ugyanis hát a korunknál fogva azért néha nosztalgiázunk, és tudjuk, hogy a mi gyerekkorunkban azért voltak olyan táborok, amelyek nagyon érdekesek, egzotikusak voltak, és valahogy a felejtés homályába merültek, és ebben az All-in táborban szeretnénk, hogyha az internet mellől, meg a számítógép mellől úgy tudnánk elcsábítani a gyerekeket, hogy mondjuk élvezzék azt, hogy milyen egy számháború, vagy üljenek egyszer egy tábortűz körül, és énekeljenek gitárszó mellett, vagy legyenek csapatversenyek, a versengésnek a szelleme, kiránduljanak, gyújtsanak tüzet, süssenek szalonnát. Tehát ezek a tevékenységek valahogy az idő múlásával egyre inkább elfelejtődnek, és mi szeretnénk egy kicsit ebből is visszacsempészni az ő életükbe. Éjszakai túra szerintem nagyon érdekes, egy bátorságpróba. Van olyan gyerek, aki ilyet soha nem próbált. Az iskola keretein belül évek óta folyik a rendvédelmi oktatás, így felmerült az ötlet egy zsaru táborra, ahol más nézőpontból ismerhetik meg a járőrök, a nyomozók munkáját, a rendőri pálya után érdeklődő gyerekek. Én 15 éve szervezem a
gimnáziumban, illetve a középiskolában a rendvédelmi képzést, és úgy érzem, hogy van annyi tapasztalatom, és van annyi ismerősöm, barátom ebben a körben, hogy vállalkozhatok egy ilyen zsarutábornak a megszervezésére, amiben elsősorban kicsit közelebb szeretnénk vinni a gyerekekhez ezt a pályát, ezt a foglalkozást. Most egyébként is van ennek aktualitása, hiszen a toborzás most nagyon fontos, elég sok a pálya elhagyó. Egy kicsit úgy gondolom, hogy ezeket a rendészeti pályákat jó lenne népszerűsíteni, és ezt a helyzetet is kihasználva, meg tényleg azt, hogy a gyerekek olyan oldalról is megnézzék ezt a szakmát, ami érdekességeket is nyújt nekik. Tehát ilyen meggondolásból én szeretném velük megismertetni a rendőrséget, szeretnénk elmenni bűnügyi technikai bázisra, ha sikerül, akkor a rendészeti szervek kiképző központba, szeretném, ha lőnének, ha a kerékpáros közlekedés szabályaival megismerkednének, természetesen olyan szakember segítőkkel, akiknek ez a hivatása, ez a foglalkozása, és én pedig igyekszem a hátteret biztosítani hozzá, hogy ez a tábor valóban érdekes és élményszerű is legyen. Természettudós tábor során gyakorlati feladatokat, érdekes és izgalmas kísérletek várják a fizika, kémia és földrajz, valamint a térképészet felé nyitott tanulókat, tudtuk meg Győri Istvántól, a Karacs Ferenc Gimnázium szakközépiskola, szakiskola és kollégium tanárától. A természettudós táborunkat a lényegében az a részünkről legalábbis az az igény hívta életre, hogy ezeket a természettudományos tantárgyakat népszerűsítsük, és azt gondolom, hogy azon igyekeztünk, hogy lehetőleg mindenféle természettudományos terület legyen benne. Tehát a földrajz, kémia, fizika, biológia, és gyakorlatilag a tábor törzsét az fogja adni, ami hát ismeretterjesztő, az egyik ismeretterjesztő csatornán egy műsor folyam része. Egy kicsit talán durvának ad, de brutális fizika, brutális kémia, brutális biológia, tehát így neveztük el a kísérleti részét ezeknek a táboroknak, tehát látni fognak a gyerekek biológia, kémia, fizika kísérleteket, hát lehetőleg ugye minél látványosabbakat. Nem csak egyébként itt helyben, hanem ellátogatunk az Agora Természettudományos Központban, és ott is amellett, hogy különböző játékokat kipróbálhatnak, és a fizika-kémiai rejtelmeibe nyerhetnek betekintést, ezen kívül kísérleteket is meg tudnak nézni, illetve az Agórához kapcsolódik még egy botanikus kert is, amit ugyancsak meg fogunk nézni, illetve kilátogatunk egyébként, mint az összes többi tábor részvevője, a Farkas-szigetbe, ott is fogunk egy túrát csinálni, és ennek meg bizonyos tekintetben lesz egy térképészeti része, hogy a földrajzot, mint a tudományt bevonjuk. A programban lényegében a jó magam és a kollégáim, a természettudományos tantályokat oktató kollégák fognak részt venni. A Karacs Ferenc Gimnázium szakközépiskola, szakiskola és kollégium tanárai összefogásaként tehát megindul a nagyon nyár táboroztatás idén júliusba. A programok megvalósulásához megfelelő helyeket kellett találniuk a pedagógusoknak, így egyeztetések történtek a középiskolával, tudtuk meg Petőné Pap Margit intézményvezetőtől. Volt egy olyan fajta egyeztetés, ahol a püspökladányban működő intézmények közül a Karacs Ferenc Gimnázium szakközépiskola, szakiskola és kollégium is képviseltette magát, és kollégiumvezető asszony volt az, aki feltérképezte, hogy milyen lehetőségek adódnak arra, hogy megmutassuk magunkat ezen a programon. Vele folytatódik az egyeztetés. A nagyon nyár programjai mellett a hagyományosan megrendezett gólyatáborral is várják a nyár végén a gyermekeket. Az előző évekre visszatekintve egy igen jól működő program a leendő elsős diákok számára, a tanévkezdés előtt a gólyatábor, ahol a diákok megismerkedhetnek az iskolával, a leendő tanárokkal, illetve új barátságokat, ismerettséget köthetnek diáktársaikkal is. Évek óta hagyomány már, hogy többféle tábort is szerveznek a kollégák azoknak a gyermekeknek, akik ide fognak remélhetőleg érkezni hozzánk a
következő tanévtől. A gólyatáboroknak az egyik különlegessége, sajátossága, hogy megismerkedhetnek az intézménnyel, az itt tanító pedagógusokkal, és azzal, hogy milyen lehetőségek várnak rájuk, amikor a középiskolának a diákjai lesznek.